Történelmi apróságok. Mária Terézia a 18. század egyik legjelentősebb alakja volt, aki 40 évnyi uralkodása mellett 16 gyermeket is szült. Nézzük, kik voltak a fiai. József Benedek Ágost főherceg. A három lány után végre fiú született, így Mária Terézia is férje megnyugodhatott. Ő volt az a kisgyermek, akivel Mária Terézia a krónikák szerint felszólalt a magyar rendek előtt. A szülők trónörököshöz méltóan nevelték, és 1760. októberében összeházasították Izabella pármai hercegnővel. József szerette a feleségét, Izabella pedig nagyon összebarátkozott József húgával, Mária Krisztina főhercegnővel. Hamarosan megszületett lányuk, aki a Mária Terézia nevet kapta. Izabella nagyon félt a terhességtől, aztán 1763. novemberében második gyermekükkel terhesen megbetegedett a himlőben. A kislány, aki a Mária Krisztina nevet kapta, koraszülöttként született, és hamarosan meghalt, ahogyan Izabella is. József dinasztikus okokból 2 évvel később feleségül vette Mária Józefa bajor hercegnőt, aki 2 évvel később szintén elhunyt, szintén himlőben. József soha nem házasodott újra, de 1770-ben újabb csapás érte. Egyetlen lánya mellhártyagyulladásban elhunyt. Közben 1765-ben császár lett, majd anyja halála után magyar, horvát és cseh király is. Uralkodása alatt számtalan rendeletet alkotott, de közülük sokat visszavont a haláloságyán. A kalapos király, aki soha nem koronáztatta magát magyar királlyá, 1790. február 20-án hunyt el. Károly József Emánuel főherceg. Az uralkodó család második fia eléggé utálta a bátyját, mert ő maga szeretett volna lenni az első számú trónörökös. Ez a versengés megmérgezte a két fiú kapcsolatát, ráadásul ő volt a szülők kedvenc fia. Ennek a versengésnek azonban véget vetett korai halála. Több testvérihez hasonlóan ő is megbetegedett a himlőtől, és 2 héttel 16. születésnapja előtt meghalt. Az ő esküvője is megrendezett lett volna, hiszen 3. Károly lányát, Mária Ludovikát szánták neki. Péter Lipót József főherceg. 3. fiúként úgy tűnt kevés esélye lesz a trónra, így a teológiára összpontosított. Károly főherceg halála után azonban megváltozott a helyzet. Feleségül vette a Károlynak szánt Mária Ludovikát, és apja halála után toszkánai nagyherceg lett. Bátyja halála után német-római császár, és többek között magyar király is lett, de csak 2 évre, mert 1792. márciusában hirtelen meghalt. Hivatalosan hasnyálmirigy gyulladásban, de szóba került a mérgezés is. Egyes történészek a korszak legokosabb királyának tartják. Ferdinánd Károly Antal főherceg. Hivatalosan az utolsó modenai herceg volt, de a napóleoni háborúk miatt ez csak névleges volt. 9 éves korában egyezték Mária Beatrice hercegnővel, aki egyébként eredetileg bátyja Lipót jegyese volt. A menyasszony 4 évvel idősebb volt, ennek ellenére az 1771-ben megkötött házasságból 10 gyermek született. Napóleon elől menekülniük kellett, így végül Bécsben halt meg. Miksa Ferenc főherceg. A császári pár legkisebb fia 1784-ben kölni érsek és választófejedelem lett, és ebben a minőségében
Ő koronázta meg a pápa helyetteseként második Lipótot, majd második Ferencet német-római császárrá. A francia csapatok miatt menekülnie kellett, és Bonnban telepedett le. Élete végén betegségektől gyötörve ágyhoz volt kötve, s végül számüzetésben halt meg 1801. július 26-án Bécs közelében, Hetzendorfban. Fontos szerepe volt Beethoven felkarolásában és támogatásában. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!